Hát sziasztok, kedves nézők, örülök, hogy velünk tartotok, és továbbra is itt vagytok velünk az M3 autóparkban, legalábbis csak így virtuálisan. Én is eljöttem egy kicsit innen messzebbre, méghozzá ide a prérire, hogy ezt a sirokkot kipróbáljuk egy kicsit, nem csak a városban, hanem itt az országúton egy kicsit talán jobban lehet közlekedni. Nem véletlenül hoztam el, hiszen 200 lóerővel bír ez a 2000-es benzinmotor, az autón 2008 és 10. havi gyártású, és mindösszesen 141 néhány ezer kilométer van benne. Rendkívül kellemesen duruzsol, különben az ember feneke alatt ez a gyári sportdob rajta, nagyon jó fékek vannak rajta, mind elől is, mind hátul. Én úgy láttam, hogy ezek szinte teljesen újak. A karosszéria tökéletes, tele van extrával, rögtön meg is nézegetjük, hogy milyen, mi az az extra, amit én extrának hívok talán. Az alvásszámát ugye a hirdetésünkben megtaláljátok, meg tudjátok nézegetni. Gyári sötétítés van itt, és bőr, teljes komplet, teljes bőrbelső, tempomatta, dupla digitális klímába, tükrökkel, ablakokkal, ugye ezek keret nélküliek, ebben az esetben semmit nézegethetjük, nincsenek azok a vaskereteink, és ugye 2020 10. hóig műszaki vizsgával rendelkezik. Kormány is bőr, és DSG váltó van hozzá, ez egy 6 sebességes, nagyon kellemes vele autózni, nagyon jó élmény vele menni. Ha akartok vele váltogatni, akkor lehet, hiszen itt a kormány jobb és bal oldalán van egy plusz és egy mínusz gombocska, amit lehet nyomogatni, mint a Hamilton a Forma 1-ben, vagy az összes többi. Légzsák mindenhol, elől, hátul, oldalt, és ugye függöny légzsák. Aztán látom, itt van, vagy látjátok, itt van Feri és Peti kollégám, mert mindenféleképpen el akartak velem jönni egy próbaútra, mindenki be van kötve, úgy látom, izofixes ülésekkel, és hát velünk van természetesen ugye Concerto is, aki szintén bekötötte magát, úgyhogy én is bekötöm magam. 149.020 kilométert futott a jármű, elég öreg vagyok már, úgyhogy a retro rádiót hallgatom, ez volt a reklám helye. És akkor nézzük meg, hogy hogy megy menet közben az autón. Mint mondottam, tehát DSG. Ezt a DNS fokozatba tettem, ugye hátuljuk, akkor lehet ugye használni ugye a kéziváltóval, ugye tudunk váltogatni, vagy pedig ugye ezzel. Ugye maradok ennél, és esetleg sportfokozatot is nyomhatunk, de én már ezt tényleg nagyon öreg vagyok, de azért megpróbáljuk. ESP-t kikapcsolható, dupla digitális klíma, és fázos fenekűeknek télire jól fog jönni majd ez a elektromosan fűthető ülés. Jobb oldalra a gyerekülés beköthető, mert a légzsák kikapcsolható benne. A tükör sötétedik, ha világítanak mögöttünk, illetve ugye van esőérzékelő is. És akkor megnézzük ezt a körforgalmat. Ez egy kicsit megpróbálok majd ide hátrafelé, hogy hallgassatok egy kicsit a hangját. És ugye a váltó hogy dolgozik, ahogy kiráz a hideg, annyira kellemes a hangja. Még egy körforgalom. És szépen megyünk visszafelé az autópályán, ugye tudjátok, hol van az M3 autópark. Ajaj! Fölhúzom az ablakot egy picit. Elment egy rendőrbácsi is közben. Hát, hogy nem megyek gyorsan, hogy hogy túléltem a sebességhatárokat. Szépen visszaálltunk erre a kellemes tempóra, de azért, hogyha nézzétek itt a fordulatszámérőt meg a kilométeret, és rájöttük a gázra, akkor egy másodpercig nem késlekedik. Nagyon kellemes, nagyon-nagyon jó, tényleg elfogadnám én is magamnak ezt az autót, és tényleg csak élmény autóznék, de sajnos a városban olyan sokat járkálok, és az igazából nem erre való. Normálisan megyek, látjátok, egész szépen lemegy a fordulatszámérő is, de igazából a fogyasztás lenne az az érdekes része, hogy ugye mindezek ellenére, hogy ekkora lóerő van benne, meg turbó, meg egyebek, azért a 100-as tempónál 5-6 liter üzemanyagot fogyasztás mér csak. Persze, oda taposunk neki, akkor ugye
akkor kéri az üzemanyagot, de hát ugye anélkül nem lehet nem közlekedni, meg gyorsítani sem. Tehát a Chevy Spark is jó autó, csak ezt nem tudjátok benne élvezni, ezt az élményt. Még egyszer este áttolhatom nektek ide ezt a manuális részbe, és látható ott ugye a 6-os sebességben van, és hogyha visszateszek egyet, vagy akár még egyet, ugye az abban a pillanatban vágódik a, ugye a mutató. Még egy sebesség, meg még egy. És azt gondolom, hogy így bemutatónak, legalábbis én ezt hiszem, hogy talán kedvet kaptatok hozzá, és eljöttek hozzánk itt az M3 autóparkba, ahol meg tudjátok majd nézgetni ezt a Sirocco-t, ami 2008 tizedik havi, és ezzel a 200 lóval, meg ezzel a váltóval lehet gazdagítani mindenkinek az élményét. Várunk benneteket a kereskedésben, aki király az eljön. A viszontlátásra!